A tegnap délutáni csúcsforgalomban araszoló autósokat kérdeztük a Budakalászon kialakult közlekedési helyzetről, és arról, milyen kellemetlenségeket okoz nekik a dugóban elvesztegetett idő. Nem nagyon járok erre, én általában a Szentendrei utat használom, most a Bölcsöde miatt vagyok itt. Jelenleg is elkésem, per pillanat. A gyerek szülőjéről. Eredetleg az volt az elképzelés, hogy a 10 és a 11-es utat összekötik. Ugye a Pomáz és Budakalász között valahol átmegy ez az út. De hát ez sem készült el, ezt is annulálták. Az M0-ás se megy tovább. Tehát egy borzasztó a helyzet. Igen. A 10-ese még rosszabb. Hát akik Ürömön laktak, azok is errefelé jöttek. 11-es is itt mennek át. Hol erre, hol arra, hol amarra, de a végeredmény mindig ugyanaz, hogy majdnem egy órát itt átsorgunk. Nem tudom tényleg, hogy most mi segítene itt alagutatásunk, hogy felüljárót építsünk, de itt a hév meg a rengeteg autó az nagyon megakadályoz ezt az egészet. Az idő elmegy ezzel napi szinten, és nekünk is ezt kellett alkalmazkodnunk, és ez oda vezet, hogy kevesebbet tudunk dolgozni, kevesebbet tudunk termelni. Úgyhogy nem örülünk ennek. Jó lenne valami megoldás születne, mert évről évre rosszabb, úgy veszük észre. Az önkormányzat nagy figyelmet fordít a kerékpáros utak fejlesztésére, a tárolók bővítésére, és a térfigyelő kamerarendszert is kiépítették a hév megállókban a nagyobb biztonság érdekében. Ezen felül összesen 1 kilométer hosszúságú útszakasz felújítása és a lenfonó hévállomás peronjainak átalakítása mind azt a célt szolgálja, hogy a városon átmenő autós forgalmat csökkentsék és élhetőbbé tegyék a mindennapokat, akármilyen közlekedési módot is választunk. Tudjuk azt, hogy a város legszűkebb keresztmetszete a lenfonó csomópont, a lenfonó hévátjáró. Ezzel kapcsolatban Budakalász szorgalmazta, és szerencsére ez a tervekbe is bekerült, hogy a peronok átrendezésével egy sokkal jobb áteresztő kapacitású átjáró jöhessen létre. Az jelent majd segítséget, hogy a Budapest fele tartó peron átkerül majd a Budapesthez közelebbi oldalra. Jelenleg a hévátjáróban a legrosszabb kialakítás van, hiszen mindaddig le kell zárni a piros lámpával a csomópontot a forgalomirányításnak, amíg a szerelvények beérkeznek, mind a két megállóba megtörténik az utascsere, majd elhagyják a szerelvények a megállót. A H5-ös hév agglomerációs szakaszára elkészültek a tervek, attól függ, hogy mikor indulhat a kivitelezés, hogy a kormány mikor biztosít erre forrást. Ugye a kerékpáros hálózatra vonatkozó tervek is elkészültek, néhány beruházás már most meg is valósult, folyamatosan bővülnek a kerékpáros tárolóhelyek, a hév megállókban még ugyan a hévfejlesztés nem zajlott le, az majd egy nagyon komoly kerékpártároló kapacitás bővítést is fog jelenteni, de addig is a városban, mind a három hév megállóban bővítettük a kamerarendszert, hogy biztonságosabban ott lehessen hagyni a kerékpárokat a hév megállóban, illetve több kerékpáros útvonal kijelölése is megtörtént. Pozitív példaként emelte ki az alpolgármester a gyalogbusz civil kezdeményezést. A lakóhelyükhöz közeli intézménybe járó kisdiákokat szervezett formában egymás napi vagy heti váltással kísérik az ismerős szülők, így is csökkentve az autós forgalmat és a torlódás kialakulásának lehetőségét. Amennyivel többen gyalogolnak és kerékpároznak, annál jobb lesz az autósoknak, hiszen az autósok ugye egymást akadályozzák az úton. Minél kisebb a forgalom, minél kevesebben ülnek autóba, annál átjárhatóbbak lesznek a város útjai. A téma nagy vihart kavart a TV Budakalász közösségi oldalán is, ahol a megszólaló zöme tarthatatlannak nevezte a közúton tapasztaltakat, és megoldást sürget a helyi forgalmi helyzet javítása érdekében. A további önkormányzati intézkedésekről és a jövőbeni változásokról hamarosan részletesen beszámol az alpolgármester Fogadóóra című magazin műsorunkban.